Szevasztok! Ez itt a Norbert's Useless Knowledge, és ebben a videóban egy Magic the Gathering boostert fogunk kibontani. Na de, mi is ez a Magic the Gathering? 1993-ban indult világhódító útjára Richard Garfield játéka, amely egy gyűjtögetős kártyajáték. Több mint 22.000 lap létezik már, egyes források szerint több mint 30 millióan játsszák világszerte, és mint minden, igazán jó játék, ez is barátságokat szül az asztaloknál, vagy éppenséggel azoknak vet véget. Ez a legfrissebb setből van, az Innistrad Crimson Wow-ból, amely egy horror létsíkra kalózolja el a játékosokat, nem első alkalommal. Lássuk, hogy mit rejt a 12 lapos csomag. A jól ismert logó alapok. Hátulján az első lapunk egy art card, amely nem képezi konkrétan részét a játéknak, ez egy ilyen kis bónusz a gyűjtőknek. Vannak rajongóik ezeknek a lapoknak, vannak akik nem kedvelik, ezt döntsétek el ti, írjátok meg a kommentben, hogy mit szóltok hozzájuk. Egy gyönyörű forest lappal kezdünk, nagyon tetszik ez a Innistrados fekete-fehér design, a régi Universal Film Studios horrorfilmé jutatja eszembe. Egy Hungry Ridge Wolf az első common kártyánk, ez egy 2x2-es wolf, és hogyha egy másik farkas vagy vérfarkas van a te oldaladon, akkor plusz egy powert kap, és trempője van, vagyis áttipor az ellenfélen, mindösszesen egy bármilyen színű és egy piros malába kerül. Ismét egy farkas, folytatódik tovább a farkas téma, egy snarling wolf, csupán egy zöld manába kerül, egy power és egy toughness-e van, tehát egy támadás, sebzés és egy életerő. Hogyha ráfizetsz egy bármilyen színű és egy zöld manát, akkor a farkasunk +2/+2-t kap a kör végéig, ezt a képességét körönként egyszer tudod aktivizálni. Sure strike, biztos csapás. Egy bármilyen színű van, és egy pirosért, ez az instant, tehát azonnali varázskártya. Egy általad választott lény, +3 powert kap, és first strike-ot, tehát első csapást a kör végéig. Nagyon hasznos lap tud lenni támadás közben, megtrifáljuk az ellenfelünket. Fleeting Spirit. Ez az első uncommon lapunk, hogyha jól látom. Egy bármilyen színű is, egy fehér manáért jön, 3/1-es, egy fehér manáért exilunk, vagyis eltávolítunk a játékból 3 lapot a saját temetőnkből, első csapást kap kör végéig a szellemünk, ha eldobunk egy lapot, discard a card, őt exiloljuk, tehát eldobjuk a játékból, visszahozzuk aztán a csataterünkre, a következő end stepünk, tehát a körünk befejezése végén. On the Cutters, a katalók riasztása, egy bármilyen színű is, két fehér manáért, ez egy sorcery, tehát varázslólap, amit a saját körödben tudsz kijátszani. Kör végéig célpont lény, +3/+3-at kap, egy másik lény +2/+2-t, és egy megint másik lény +1/+1-et. Ezek a lények vigilance-t, éberséget kapnak, tehát nem kell elfordítani őket, hogyha támadnak. Hasznos tud lenni.
Angelic Quartermaster, három bármilyen színű mana, és három, bocsánat, két fehér mana, ez egy repülő angyal, 3/3-as, hogyha ő bejön a játéktérbe, plusz egy countert lehet kiosztani két lényre, ő felerősíti a kis lényeinket. Dormant Grove, Enchantment, azaz Bűbáj. Három szintelen és egy zöld manáért jön. A csatánk elején kioszthatunk plusz egy countert egy irányításunk alatt lévő lényre. Hogyha ennek a lénynek a toughness-e 6 vagy nagyobb, akkor ez az enchantment átalakul. Lássuk mivé. Ho-ho! Gnarled Grove Strider, Treefork, ilyen endszerű lény, 3/6-os, vigilance-es, tehát ébersége van, és a többi lény az irányításunk alatt szintén vigilance-t kap. Hasznos tud lenni egy zöld pakliban, ugye? Wolfkin Outcast, 5 bármilyen és egy zöld mana, egy 5/4-es farkas ember, két bármilyen színű manával kevesebb őt beírni a játékba, hogyha van a mi oldalunkon egy farkas vagy vérfarkas, és van egy daybound képessége is, ő is úgy látszik, hogy át tud változni. Mivé tud átváltozni? Egy Wedding Crasher-ré, aki bekopogtat a Vampir Lagziba. 6/5-ös lesz, ugye a farkasoknak, vérfarkasoknak ez a tulajdonság, hogy át tudnak változni egy erősebb formájuká, attól függ, hogy a játékban nappal vagy éjszaka van, ugye daybound, nightbound, whenever wedding crash or another wolf or werewolf you control dies, draw a card. Ez egy laphúzó engine, tehát hogyha ő, vagy másik farkas, vagy vérfarkas, amelyet te irányítasz, meghal, akkor ő húzat veled egy lapot. Hasznos tud lenni. És itt is vannak az emlegetett vámpírok a lagziban. Falcon Ruff Celebrants. 4/4-es vámpírok. Van olyan képességük, hogy menace, vicceltem, vagyis menace. Őket nem lehet egyetlen lénnyel kivédeni, hogyha támadnak, minimum két lénynek kell védeni őket. Hogyha ők bejönnek a battlefieldre, tehát a csatatérre, akkor két vér tokent lehet kreáltatni velük. És itt is van a rare lapunk, a Consuming Tide, a mindent elnyelő dagály, két bármilyen és két kékért, egy varázslat. Minden játékos kiválaszt egy nem föld permanenst, amit irányít, és visszalökjük az összes többi nem föld permanenst a játékosok kezébe. Aztán húzol egy lapot minden ellenfeled után, akinek több lapja van a kezében, mint neked. Azt hiszem, hogy ez a lap igen jól fog jönni a Niv-Mizzet Parun Commander paklimba. Ennek a lapnak igazán örülök most. Ó, és van egy foil lapunk, Griff lovas, két bármilyen és egy fehér manáért, egy 2/1-es repülő lovag, training képességgel, amikor ez a lény támad egy másik lénye, amelynek nagyobb a powerje, akkor kap egy plusz egy countert. Ő egész ügyes. Őt inkább pauper paklikba tudnám elképzelni.
Twinblade, Paladin, egy, ó, úgy látom, hogy ez a listáról került ide, egy Corset 2020-as lap, ő egy lovag, akárhányszor gyógyulsz, kap egy +1/+1 countert, hogyha 25 vagy több életed van, akkor ő double strike-os, tehát hogyha támad, akkor kap egy first strike-ot, és azután még egyszer sebez. Egész jó. Nos, ez lett volna az első boosterbontó videóm, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy like-ot, és írjátok meg a kommentekben, hogy mely lapok tetszettek ezek közül, és miért. Hatalmas köszönet a Lucky's Cardlandnek a booster csomagért, hogyha Yu-Gi-Oh! Vagy Magic the Gathering termékeket szeretnétek vásárolni, vagy ezekhez kapcsolódó kiegészítőket, akkor bátran látogassatok el a webshopra, amelynek a linkjét lent találjátok a leírásban. Köszönöm a figyelmet, és minden Commander játékosnak legalább 2 lendet, Sol Ringet és Arcane Signetet tartalmazó nyitókezet kívánok. Szevasztok!